Szeretnéd beszerezni az EA Sports FC játékot? Vagy csak FC pontot vennél? Esetleg egy új játékra vágysz? Akkor látogass el az Eneba oldalára, ahol közel 20 000 digitális termék közül választhatsz. Az oldal teljesen biztonságos, ezt a közel 125 000 Trustpilot értékelés is alátámasztja, a supportjuk pedig egész nap, 24 órában elérhető, ha bármi problémád adódna. Minden fontosabb információt megtalálsz a leírásban. Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban elhoztam nektek egy nem éppen megszokott 17 győzelmes Weekend League rewardot. Ugye emlékeztek már, mint akik ott voltak az élő adáson, hogy nagyon későn hajnalban fejeztük be az Ultimate Team of the Season-ös pack openinget, ahol több mint 1000 csomagot nyitottunk le, ez 3 különböző élő adásra lett bontva, mert annyira sok csomag volt, plusz még visszaforgattuk a játékosokat, és én már jeleztem nektek az élő adásban, hogy sajnálatos módon a keddi napon nem fogom tudni lejátszani a Weekend League-et, mert ugye megyek vezetni, meg egyéb elfoglaltságaim vannak, különböző meetingek az EB-s vacsparti sorozat miatt. Na de, ennek apropóján írt rám Levi, az egyik néző, hogy figyelj Krisz, én elvállalom, amúgy is szoktam ilyen VL service-t csinálni másoknak, tehát, hogy lejátsza helyettük a Weekend League-et, és 17 győzelmet sikerült az akkuntomba elérni, ezt innen is nagyon-nagyon szépen köszi Levikém, és mivel volt olyan rendes, hogy lejátszotta helyettem, ezért arra gondoltam, hogy a leírásba lerakom nektek az Instagram oldalának a címét, itt tudjátok felvenni vele a kapcsolatot, hogyha bármikor a későbbiekben úgy gondoljátok, hogy szeretnétek valakit, aki mondjuk lejátsza helyettetek a Weekend League-et, kizárólag olyankor, amikor mondjuk nincs időtök, vagy nincs kedvetek lejátszani, vagy bármi program közbe jön, akkor fel tudjátok vele venni a kapcsolatot, tudtok vele kommunikálni, és megbeszélitek a részleteket. Innen is, Levi, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy kisegítettél. Na de srácok, ennek apropóján fogunk kinyitni 7 darab Team of the Season picket, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, lássuk a 17 győzelmes Weekend League rewardot. Szóval itt is vagyunk, a videó végén fogok nektek tartani majd egy csapat bemutatót, ami valószínűleg a végleges csapatomat fogja tartalmazni, de előtte még ezeket a rewardokat megnézzük. Kezdjük szerintem a legrosszabbal, ami számomra a legrosszabb, az nem más, mint a Bundesliga, mert nem nagyon szoktam Bundesligás csapatot építeni, nézzük az elsőt. Nem kezdünk rosszul, igazából Adeyemi, Tapsoba és Ta, ratingre fogunk szerintem menni, Ta jó lesz nekünk, egye fene. Jöjjön a második, ami szerintem a Serie A-tocs lesz. Giroud 96-os. Az igen, gyerekek. Hát az egy millió coin nagyjából. Nézzük szerintem a Premier League-et. Watkins, Nkunku és Gabriel. Nem tudom, hogy Nkunku mennyibe megy, lehet, hogy inkább a ratingre kéne menni, de nem, inkább kivesszük az Nkunkut, jó lesz az nekünk. Maradt még egy La Ligánk és egy Ligönünk, a Ligönből egy Mbappét kinyitnánk, az nagyon nagy lenne, nézzük is. Hát, attól elég messze álltunk, gyerekek. Lala, Dante és Bentaleb. Hát, a ratingre fogunk itt menni. Nézzük a következőt, ami a La Liga. Bazd meg. Hát, ez ritka szar, gyerekek. Miguel Gutierrez, Alex Garcia és Unai Simon. Hát, valamelyik ratinget fogjuk kivenni, igazából teljesen mindegy. És akkor maradt 2 darab pickünk, 94 plusz Ultimate Team of the Season pick. Lássuk akkor az elsőt. Az nem rossz. Egy Musiala, 95 Musiala, Fodenünk ugye már van, mert őt kinyitottam, Debinja azt szerintem nem érdekes, Musiala az egy egészen jó kislap. És akkor lássuk az utolsót, valami nagyot. Hát, Hemp az már megvan untrade-be, Debinja megvan untrade-be, Stanway is, úgyhogy hát sajnálatos módon Bacsa az egyedüli játékos, aki esetlegesen szóba jöhet, hogy itt kivesszük. Hát, ez szomorú, a Giroud amúgy nem annyira rossz,
Nem tudom, hogy mennyit tudunk változtatni a csapaton, minden esetre én összeteszem most a végleges keretet, aztán meglátjuk, hogy mire jutunk. Oké, srácok, én most jöttem rá, hogy van még itt egy pár csomagunk, amit ki tudunk nyitni, úgyhogy lássuk az utolsó Ultimate Team of the Season-ös csomagocskákat. Hát, ez eddig gatya. Nézzük a 87x4-et. Tocs! Léci, spanyol, CB, Barca, ez Irén Paredes lesz, és mögötte Alderweireld. Aj, bazd meg, 15-ször nyitom ki, Getz, illetve egy 85x10. Nem tocs a 85x10! Atya úristen, manyan a legnagyobb rating. Az kemény, gyerekek. Nézzük a három darab garantált Team of the Season kártyát. Koulibaly, 94-es rating. Nagyon nagy a baj, chat. Nagyon nagy a baj, chat. Ha nincs mögötte valaki. Az Musiala! Bassza meg! És őt nyitottam ki pirosba is. Nem hiszem el. Ez eladható legalább? Ez eladható pak. 300 ezer coin. Az very big. Az mondjuk nem rossz. Azt hittem, hogy ez eladhatatlan pak. Na srácok, összerakom a csapatot, és akkor megmutatom nektek a végleges tímet, amit sikerült összehoznom. Így a játék végére. Na szóval akkor srácok, kezdjük a kapus pozíciójával. Gyakorlatilag azt tudnotok kell, hogy minden egyes Team of the Season kapust kinyitottam. Ugye én átlagban 11 darab győzelmet szoktam menni a Weekend League-be. Van Ellisonunk, Kobelünk, Donnarummánk, Sommerünk, és nem tudom, hogy kit hagytam ki. Unai Simonunk. Minden egyes kapus megvan. Én Ellisont éreztem annak a kapusnak, aki a legjobban bevált. Donnarumma lehetne még egy opció a TOC kapusok közül, viszont neki sehogy nem tudtam chemistryt varázsolni, úgyhogy ennek tudatában Ellison a kapusunk. Sok mindent egyébként nem tudok róla elmondani, ugyanolyan, mint az összes többi, valamikor potyázik, valamikor teljesen jól teszi a dolgát, úgyhogy vegyes érzelmeim vannak vele kapcsolatosan. Az RB pozíciójában ugye Carlos Alberto van, akit én amúgy nagyon megbántam. Nem teljesít jól, én úgy érzem, hogy nagy hiba volt őt kivenni egy 85x20 helyett, úgyhogy nem vagyok vele elégedett, ezt tudom mondani. Nyilván vannak tőle jobb opciók is, de én azt láttam, hogy 40-es szinten ezt a kártyát kiszedni teljesen patika lesz, hát nem így lett. Sajnos Carlos Albertónak a lapja az szerintem nem extra in-game. Ellentétben a Van Dijk-kal, akinek hát sikerült kinyitni ezt a 97-es lapját, minden kétséget kizáróan a legjobb CB az egész játékban, lehetetlen gyakorlatilag ezt az embert megenni, közép-hátvéd pozícióban nincs nála jobb kártya, én úgy gondolom. Iszonyatosan örülök, hogy sikerült kinyitni, 84x2 pakból nyitottuk, ő és Modric volt benne, én magam sem hittem el, hogy egy dupla 84-es pakból ki lehet nyitni egy TOC Van Dijk-ot. Másik CB-m az ugye Rüdiger, akit egy 11 vines Weekend League-ből kaptam, őnála volt még ott azt hiszem a Cancelo, amikor kettőt pikkelhettem a 11 vinért, az volt a Team of the Season ideje alatt a legjobb pikkem, nagyon-nagyon szeretem ezt a Rüdigert, jó kártya, és mindenképpen upgrade-elni fogom majd az Evo-ban 96-osra. Az LB pozíciójában ugye Ona Battle-t használjuk, akit nemrég tettem ki SBC formájában. Miért? Azért, mert sokkal könnyebb volt így a többi játékosnak chemistryt adni, majd látjátok a teljes csapatot.
és érteni fogjátok, illetve nem volt már olyan SBC, amiben bele tudtunk volna kezdeni, úgyhogy ennek tudatában szedtük ki, valamint én a Cancelo 95-ös kártyájával egyáltalán nem vagyok megelégedve, a szélső hátvédek valahogy nálam idén mumusok, folyamatosan fent ragadnak a támadásoknál, nincsenek pozícióban, így nagyon sok olyan szélső hátvéd van, akit nem szeretek, Ona Butler-re viszont kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz majd in-game. Az egyik játékos, aki bent van a csapatban még mindig az Best, őt mindenképp szeretném lecserélni, még nagyjából egy olyan 3-400 ezer coin hiányzik, és akkor meg tudom majd venni a Hansennek a Team of the Season lapját, ő fog érkezni Best helyett, de nem tudom, hogy mikorra lesz meg az a coin mennyiség, úgyhogy egyelőre bemutatom így a csapatot, és értsétek úgy, hogy a végső csapatban majd Hansen lesz a Best Toti lapja helyett, hiszen ez a Best, ez már szerintem nagyon outdated, nem is annyira kedveltem, látjátok, hogy a statisztikái sem túl jó, pedig próbáltam csatárban, próbáltam camban, mindenféle pozícióban, nekem annyira nem vált be ez a lap. Középpályára Bombatit sikerült kinyitni, ugye szintén egy untradeable pakból. Azt hiszem, hogy ő is valami nagyon gyenge pakból érkezett a Team of the Season-ös pack opening alatt. Nem mondható rossznak, sőt, egy kifejezetten jó kártya statisztikák alapján, nyilván még nem nagyon játszottam bele, úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy a középpályán mit tud majd. A másik szűrő, illetve hát inkább box-to-box középpályásom az nem más, mint Renato Sanchez, őt sem próbáltam még ki, de hát mindenkitől azt hallottam, hogy ő az egyik legnagyobb mutáns a középpályán az idei játékban, 94-es összratinge van, ilyen alstatisztikákkal kizártnak tartom, hogy rossz legyen, mindenképp várom, hogy ki tudjam próbálni ezt a kártyát. Leo érkezett a reggeli órákban, mármint tegnap reggel, ugye megvásároltam, bár ezt a videót nem tudom, hogy mikor látjátok, lényeg a lényegben, amikor a Team of the Season opening lement, rákövetkező reggel vásároltam meg Leo-nak a kártyáját, ez 1.040.000 zsetonba került, és azért választottam őt, mert így könnyen összetudtam linkelni a Renato Sanchezzel, és így hármas chemistry-vel tudom őket használni. A következő játékos az nem más, mint Hosszelu, akit az utolsó egy órában tettünk ki, hiszen szólt a chat, hogy Krisz, kezdődik a BL döntő, Hosszelut kiraktad? Már mondom, nem, még nem raktam ki, hát akkor tökéletes alkalom, úgyhogy a döntő előtt egy órával olyan este 6 magasságában kiraktuk a Hosszelut, és kapott is egy 2-es upgrade-et, brutális ez a kártya szerintem, tehát ilyen statisztikákkal, ilyen playstyle-okkal, ami neki van, szerintem az egyik legjobb csatár egyébként a játék, mármint in-game tekintetében, főleg ezeket a statisztikákat elnézve. 5 csillag, 4 csillag, szerintem nála jobb nem kell. Az utolsó játékos pedig, akit 3,1 millió zsetonért vásároltam meg, az nem más, mint Vini Juniornak a Team of the Season kártyája, 5 csillag, 5 csillag, számomra ez a lap, ez kihagyhatatlan az idei játékból, brutálisan jónak tűnik, úgyhogy ezzel a csapattal fogunk menetelni. A kezdő 11-em az jelenleg így néz ki, rengeteg cserénk van, tehát van itt Cancelo, Sancho, Thiago Silva, Royce-nak is kiraktam a 96-os lapját, biztos, hogy ő is egy fenevad, nagyon-nagyon jó játékosnak tűnik statisztikák alapján, és ugye még csereként érkezett Giroud, meg érkezett Musiala, valamint Bacsa, Hempet, meg Fodent, ugye szintén egy valamilyen atomrossz packből nyitottam ki, úgyhogy ez a csapat jelenleg, srácok, és szerintem nem is nagyon fog változni, a Hansent még megveszem szerintem a Best helyett, és így gyakorlatilag le is zárjuk az EFC 24-et. Mindenkit megkérnék, hogy írjátok már le a komment szekcióba, hogy ti milyen játékosokkal fejeztétek be a játékot, illetve kik azok a játékosok, akik nektek idén a legeslegjobban beváltak. Ha tetszett ez a videó, mindenképp jelezz egy lájkkal, illetve ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban vagy élőadás formájában. Én Krisztián voltam, ciao, szevasztok!